Sziasztok! Itt vagyunk Bécsben, a Villamos Múzeumban. Be szeretném nektek mutatni gyorsba. Óriási nagy. Én részleteket nem tudok elmondani, de nagyon szépen van rendezve ez a csarnok. Jó lenne, hogy egyszer nálunk is a Fradi kocsiszín így lenne megcsinálva, és átvenné a vasútüzem után a múzeum funkciót. Gyönyörű szép ez a múzeum. Gyertek, nézzük meg együtt, hogy milyen járművek is vannak bent. Rengeteg sok szép jármű van bent. És Csukló barátom is itt van. Azt mondta, hogy a járműveknek a 99%-a üzemképes, és innen állnak ki és be a múzeumi villamosok. Meg az ilyen nosztalgia villamosozások is innen indulnak el. Nézzétek meg, itt állok bent. Gyönyörű szépek. Amerre a szemem lát, csak villamos. Vannak ilyen bemutató konténerszerűségek vannak itt megcsinálva. Leírások vannak. Innen indul a tárlat, favasút, favázasok, lóvasút, régi lámpa, és itt van egy ilyen lóvasúti kocsi is. Végig lehet rajta menni. Ez meg gőzhajtású jármű. Nagyon szép az egész múzeum, az egész kiállítás. Amíg a szem ellát villamos. Látjátok, vannak ilyen interaktív dolgok is, itt lehet így lapozgatni, nézegetni régi térképeket. Régi közlekedési térkép. Itt is. Itt van egy ilyen amerikai villamos, ilyenből is egy csomó volt Ausztriában. Itt is villamosok, mindenütt. Egy gyönyörű szép harázas útkocsi van. Itt egy daru. Ezzel végezték a pályakarbantartást, itt van a pótkocsi, a különböző simprofilok rajta bemutatva. A háttérben egy muki. Osztrál muki. Különböző munkaruházak. Fájcsengőt is lehet nyomogatni. Nézzétek meg egyedi homlokfalat. Nem fértek el a járművekben a konzolok, a karok, és azért csinálták meg egy homlokfalat. És itt van a muki. Ennek is ilyen egyedi a homlokfala. Nekem ilyen búvár feelingű. Gyönyörű szép. Ezek a járműek.
Autóbuszok is ki vannak állítva. Csőrös autóbusz, meg egy emeletes autóbusz. Ausztriában jártok Bécsben, akkor érdemes meglátogatni a villamos múzeumot. Hétvégén is itt van egy ilyen shop is, modellezők, vagy egy kis relikvia innen Bécsben, itt tudtok azt is vásárolni. Plakátok. Forma ismerős lehet. Kicsit olyan bengáli feelingű. Azt beszélgettük, hogy mérnökök lehet, hogy innen kopiszták, de hát ki tudja, ez örök rejtér maradt. Nézzétek, hogy milyen kis csufi kis busz. Steyr, ilyen nálunk is volt a reptéren. Helyi érdekű vasút, talán városi vasútnak a régi szerelvényei. Tominak ez a kedvence, ezeket gyűjti. Mindenféle jelző, hajtány, és itt van egy metrókocsi is kiállítva. Nézzétek, hogy milyen jól meg van csinálva, hogy meg lehet nézni mindent rajta. Alul is plexivel van burkolva. Föl is lehet rá menni. És a belső is úgy van kialakítva, hogy meg lehet nézni a járműnek a elemét. Belső tér is, generációk láthatóak rajta. És az ajtónál is, hogy hogy működik, mi működteti. Itt az ülésnek a szerkezete, mi van alatta. És be lehet menni a vezetőülésbe is. Vezetőülés is minden csinálhat, minden látszik. Csinálva az a múzeum. Tök jól nézzétek meg, külsőzat volt a Wienerlini logó, akkor volt ilyen ülés is, műanyag volt takarítható, volt ilyen szövetülés is. Gyönyörűen meg van csinálva, és itt is a profilok mit vannak, látszódik, hogy ott a poroltó, ott a létra,
Nagyon-nagyon jó. És itt van a régi viszonylati jelző. Itt is forgókázás. Metróvülés. Most kimegyünk az udvarra, megnézzük azt is, ott is vannak kiállítva járművek. Itt vagyunk az udvaron, itt van a telepnek a mukija. Nézzétek meg. Kiállítva egy autóbusz. Ezt tudnak a kutyának egy darabja lehet az ott. Pályafenntartó villamos sárga. Mondjuk egy másik kocsi szinten. Itt vannak a csuklóik. A különböző országoknak a tömegközlekedése van kiállítva. London. És a fejlődés. A mellett is vannak. Gabika, mondj valamit videóba. Mit hallgatsz? Mit hallgatsz? Minkem? Interaktív jellegű itt a kiállítás. Nairobi. Hong Kong. New York, San Francisco. Ez egy ilyen országok közlekedése, bemutató az a csarnok. Yeah.
megérkeztünk a indulóponthoz. Innen indultunk. Remélem tetszett ez a kis videó nektek. Aztán, ha tetszett, akkor feliratkozhattok a YouTube csatornámra, és kövessetek Facebookon és a Herla Fanatik oldalamon. Mindenféle közlekedéssel kapcsolatos videókat, fotókat rakok fel, meg persze modellezésem, mert nagy szerelmem a modellezés is. Közlekedés kicsiben, nagyban. Szép napot kívánok innen Ausztriából, jók legyetek, üdv Herla, Herbert László, ciao!